So, for instance, they could have me say things like... Részlet egy úgynevezett deepfake videóból. A mesterséges intelligenciával létrehozott kép és hanganyag szinte összetéveszthetetlenül azt a hatást kelti, mintha a korábbi amerikai elnök Obama beszélne. Pedig pusztán számítógépes szimulációról van szó. Az EMMI által generált tartalmak nem csak lehetőséget, hanem komoly kockázatokat is jelentenek. Ezzel kapcsolatban tartott konferenciát a Szekszárdi Ügyvédi Kamara a Tolnai Vármegye székhelyen. Például a felderítést megnehezíti, vagy akár azt gondolom, hogy az egyéni felhasználó, ugye az, aki egy ilyen videót megnéz, és mondjuk egy egészen más véleményt fog hallani, vagy szöveget fog hallani attól az embertől, akitől korábban esetleg homlok egyenest, ezzel ellentétes véleményt hallott. Tehát a felhasználók és a társadalom manipulálására sajnos ezek az eszközök kiválóan alkalmasak. A mesterséges intelligencia nem csak veszélyeket rejt magában. A technológia már most is jelen van az életünk számos területén. Például az új telefonos applikációk közül is egyre több támaszkodik rá. De ugyanígy tesznek a kriminalisztika különböző területein dolgozó szakemberek is, az USA-ban és Kínában. A nyomozás során a prediktív rendőri munkában, tehát a általános bűnfelderítésben mindenféle bűnözési térképeket értelmez, és ezek alapján tanácsol a mesterséges intelligencia beavatkozásokat. A bírósági szakban pedig a döntés előkészítésben, sőt bizonyos szinten már a döntésekben is részt vesz a mesterséges intelligencia. A Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnöke azt mondja, az EMMI alapjaiban változtathatja meg a jogi szakmákat. Én azt gondolom, hogy óriási segítség lesz az ügyvédi munkában. Én egy kicsit plagizáltam ma, és a köszöntő beszédemet megírattam a mesterséges intelligenciával, és ezt természetesen is fogom mondani a kollégáknak, hogy az, amit én most itt elmondok köszöntő beszéd, azt a mesterséges intelligencia írta, nem egész 20 másodperc alatt egyébként, és körülbelül egy 10-15 perces beszéd ez. Én azt gondolom, hogy ez a fejlődés, ez egy óriási dolog lesz a mi munkánkban, valamennyi hivatásrendet érintően, tehát nem csak az ügyvédit, hanem akár az ügyészit, akár a bíróit, és a rendőri munkát is nagyon fogja segíteni. Magyarországon egyébként a kifejezetten EMMI által generált tartalmakra vonatkozó jogi szabályozások még nem születtek meg. Azok kidolgozásának előkészítésén viszont úgy tudjuk már dolgoznak a szakértők.